Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Ünnepi testületi ülés követte az október 23-ai megemlékezést Tamásiban. Már kering a termálvíz a fűtőrendszerekben Tamásiban. Zarándokok érkeztek a csicsói kisboldogasszony búcsúra hőgyészre. A 75 éves Tamási gimnáziumnak 30 éves a 8 osztályos képzése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával zárult, amely a vidéket sem kímélte. Az évfordulón a Tamási Szondi laktanyában hősi halált halt katonákról is megemlékeztek az 56-os emlékműnél. Ezt követően a művelődési központban a Vürcz Ádám általános iskola diákjainak műsorát az ünnepi testületi ülés követte, ahol sor került az elismerő címek átadására. Tamásiban, az 56-os emlékműnél helyezték el a kegyelem virágait, koszorúit, a város előjárói, az intézmények, szervezetek vezetői és a jelenlévő magánszemélyek. Haris László, Kovács Márton, Kovács Ottó Gábor, Mozga Gyula honvédek és Sivák József szakvezető, mind az öten, az 1956. november 4-én a Tamási laktanya ellen indított szovjet támadás áldozatai. Rájuk, valamint az egész ország területén hősi halált halt társaikról emlékeztek meg a koszorúzás alkalmával, majd a művelődési központban folytatódott a megemlékezés, ahol a település polgármestere kihangsúlyozta, a diktatúra mindenkitől azt vette el, ami számára a legfontosabb volt, illetve kiemelte, a vidék Magyarországa is derekasan helyt állt a szabadságharc alkalmával. Forradalmi helyzet akkor következik be, amikor az uralkodó osztályok már nem tudnak a régi módon kormányozni, az elnyomottak pedig már nem akarnak. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét a Vürcz Ádám általános iskola diákjai elevenítették fel a művelődési ház színpadán. Mit követelt a magyar ifjúság? A szovjet csapatok kivonását! A gazdaság átszervezését! Jelent és őszinte tájékoztatást! Titkos választás és sztrájkjogot! Koncepciós perek helyett nyílt tárgyalásokat! A zsarnokság és az önkény jelképét a Sztálin szobrot távolítsák el! A félelmet, a bizonytalanságot hívta életre a diákok műsora, melyet a 66 évvel ezelőtti forradalom okozott, nem csak az utcákon, az otthonokban is. A városi megemlékezéssel gondoskodtak arról, hogy az utókor számára se kopjon meg a történelmi emlékezet. Az 56-os hősök előtt tisztelgő műsor után vette kezdetét az ünnepi testületi ülés, amely alkalmával Tamási város önkormányzati képviselő testülete által adományozott kitüntető címek átadására került sor. Az elismeréseket azok kapják, akik személyes munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárulnak a városban élő települési közösségek erősítéséhez, a város fejlődéséhez, pozitív megítéléséhez. A kitüntetettek között voltak többek között diákok, pedagógusok, köztisztviselők, egészségügyben dolgozó személyek is. Tamási város érdemes pedagógusa díjat kapta meg Németh Lehelné, aki 1993 óta tanít a Vályi Péter szakképző iskolában, a folyamatos fejlődés fontos számára. Úgy gondolom, hogy ebben arról van a világban, pontosan a mi szakmánkban, a turizmus vendéglátásban, enélkül nem is lehetne érvényesülni. Mérhetetlen büszkeséggel töltött el ez a elismerés, és úgy gondolom, hogy annak a 30 éves, közel 30 éves pályafutásomnak ez a méltó megkoronázása ténylegesen, amit itt elhangzott rólam és velem kapcsolatban, ez mind így igaz, maximálisan a diákokért élek, és valójában a Vályiért élek. Tamási város közösségért elismerő címet az idén 60 éves fennállását ünneplő Tamási Koncertfúr zenekar nyerte el. Azt kívántam volna legszívesebben, hogy a zenekar összes tagja át tudja venni ezt a díjat. Igazából az, hogy ez nekem maradott meg ez a lehetőség, ez most csak egy ilyen jelképes dolog, de ezúton is szeretném felajánlani a zenekar összes tagjának, jelenlegi tagjának is, volt tagjának is ezt a díjat, mert nagyon megtisztelő a város részéről. Azt gondolom, hogy egy városi rendezvény, akár legyen az egy szimpla rendezvény, vagy akár egy október 23-ához hasonló, azt gondolom, hogy nekünk mindig itt a helyünk, hogy színesítsük a műsort, ápoljuk a hagyományokat, úgyhogy szerintem ezt a zenekar se teherként éli meg. Az állandó tagságunk az körülbelül egy 30-35 fő,
Ez azért nem jelenti azt, hogy minden próbán 30-35-en itt vagyunk, de tulajdonképpen erre a 30-35 ember az én tudok számítani, mint ahogy ez a mai rendezvényen is megvalósult. Nyáron volt egy kis leállásunk, aztán itt szeptemberben elkezdtük ismét a munkát. Nyilván ilyenkor egy kicsit nehezebb azért összerázni a csapatot, de most ismét megfogalmazzuk a céljainkat a következő úgymond szezonra, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy mi sül ki a jövő évből. Tamási város díszpolgára 2022-ben az a József Attila díjas, Magyarország babérkoszorúja díjat magáénak tudható költő, aki pár évvel ezelőtt választotta Tamásit otthonául. Nagyon sok irodalmi díjat kaptam, nagyon sok nemzetközi nagyvárosban, de ennyire megható kitüntetésben még nem volt részem, hiszen ez egy teljesen más érzés, amikor az a közösség ismer el, ahol élsz, és ahol nem élsz olyan régóta, hiszen én csak 8 éve élek ebben a festői kisvárosban. Azért költöztem ide, mert lakhelyet kellett keresnem, mivel állami megbízást kaptam, a Magyar Állami Íróakadémiát kellett megalapítanom, és azóta is vezetem, így ezt nem lehetett visszautasítani, így elköltöztem Erdélyből, Kolozsvárról, ahol éltem, és mivel én alkatilag nem tudnék a fővárosban élni, Tamásit választottam otthonul, már régóta ismerem ezt a várost, mert hogy a családom egy része 20-valahány éve itt lakik. És én itt nagyon jól érzem magam, állítom, hogy ez Magyarország, sőt a Kárpát-medence egyik legkellemesebb, legjobb élettere. A kitüntető címeket Tamási város polgármestere, Porga Ferenc, alpolgármestere, Széles András és a város jegyzője, Gulyásné dr. Könye Katalin adta át. Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak. Nyertyás körmenet előzte meg a csicsói kisboldogasszony búcsút, amelynek fénye bevilágította az utat az országosan is ismert búcsújáró helyig, a csicsói templomig. A Hegyhát Értékőrző Egyesület azon munkálkodik, hogy a templom és környéke mindig rendezett képpel fogadja az odalátogatókat. Kisboldogasszony ünnepén a Merszi emlékkeresztől indulva mentek a hívek Csicsóról a templomba a Mária litániára, amely esemény a csicsói búcsút előzte meg. Mária énekeket, illetve imákat mondtak az 1745-ben Merci Alhentú Anton földbirtokos által a Szentháromság és a segítő Szűz Mária tiszteletére épített templomban. A búcsú napján a templomkert adott helyet az Isten tiszteletnek. Csicsó, mint földrajzi fogalom, nekünk hőgyészieknek és környékbelieknek két dolgot is jelent. Az egyik a hőgyész határában elhúzódó szőlőterületet, a másik pedig a kegyhelyet. A kegyhelyet a török kiűzése után Merszi grófék építették, az édesapa kezdte el, és a fogadott fiú Anton fejezte be. 1745-ben fejeződtek be a munkálatok, tehát 1745-től állít ez a templom gyakorlatilag. Azóta búcsújáró hely. Évente két alkalommal tartunk itt búcsút, tavasszal és ősszel. Tavasszal Szentháromság vasárnapján, ősszel pedig a Kisboldogasszony napjához közelebb eső hétvégén, amikor is két napos az esemény. Előző este körmenet van, és aznap pedig misével fogadjuk a híveket, az arándokokat. De az utóbbi években volt már más egyházi ünnepekkor is mise szerencsére, és ezt szeretnénk tovább fejleszteni, illetve több ilyen alkalmat rendezni. A miséken, a búcsúkon kívül még egy alkalom van, amikor várjuk az érdeklődőket egy nyílt nap keretén belül a Kulturális Örökség napjának a hétvégén. A leghíresebb tornamegyék búcsújáróhely a csicsói templom. Egyre több látogatót vonz, nem csak az ünnepi szentmiség alkalmával. Ez az utóbbi 4 évben lendült fel gyakorlatilag, amikor a templomkert is egy ilyen rendezettebb formába került, egy fiatal csapatnak köszönhetően. Magát a kegyhelyet egyébként egy baráti társaság kezdte el gondozni, körülbelül 20 évvel ezelőtt a gondjaiba venni, akkor nőtt gyakorlatilag a látogatottság, az érdeklődés. Baráti társaság később egy szervezett egyesület formájában folytatta a tevékenységét, hogy tudjanak pályázni a kegyhelyre, akkor nyerte el a templom épülete a jelenlegi külső és belső formáját. A búcsújáró helyre látogatók várják, hogy igazi feltöltődést kínál a kegyhely, ahol egy szent kút is vár a vándorokra. Először is lelki megerősítést, és szinte vágyunk arra, hogy ide jöhessünk. Ez feltölt bennünket egy bizonyos időn keresztül,
És hát mit? Nagyon sokat dolgozunk ezért a templomért, hogy másoknak is ugyanezt az érzést át tudjuk adni. Ha körül tetszenek nézni, ez az egész környezet, és ez, ennek a templomnak az egész meglétesítését, ami ez egy hosszú történetet kellene elmondani, de ez rövid, vagy ezt nem lehet elmondani most, de aki érdekel, jöjjön ide, és merítsen ebből a csodálatos kis kápolnánkból, a szűzanyának a barlangjából, és ez olyan erőt ad, hogy ezt a nehéz életet, amiben most vagyunk, meg fogja erősíteni. A Csicsói Kisboldogasszony búcsúra sokan érkeznek vidékről, közülük többen visszajáró vendégei az ünnepeknek. Én már gyermekkoromtól kezdve sokat jártam ide, aztán olyan serdülőkorú voltam, amikor a nagybátyám hölgyészem volt plébános, és itt a kápolna, ez is oda tartozott a hölgyészi egyházhoz, és mi nagyon sokat voltunk itt, nagyon sokat segítkeztünk, akár az illemhelyi építkezésben, takarításban, mindenben sokszor részt vettünk. Természetesen minden egyes alkalommal, ha itt kint misét tartottak, akkor itt voltunk, és nekünk ez a régi emlékeket is felidézi. A Csicsói kápolna a hagyomány szerint már a török hódoltság előtt is búcsújáró hely volt, amelynek szent kutyát remeték őrizték. Ma már nincs őrizet, a látogatókat ellenben nagy szeretettel várják. Tamási város önkormányzata 7 éve használja a geotermiát a középületei fűtésére. 17 hőközpontba jut el a hő, ami a település legértékesebb projektjeinek egyike. Ezzel az erőművel az éves gázfogyasztás 60-70%-át váltja ki a város. Október 20-ával indult el a szivattyú, hogy meleg vízzel lássák el a rendszert. Tamási város önkormányzata évekkel ezelőtt elkezdett azon munkálkodni, hogy a település költségvetésére ne ruhasson nagy terhet a különféle szolgáltatók áremelése. A városban feltörő termálvíz felhasználása a fűtés területén egy kézenfekvő megoldás volt. Nagy büszkeség, hogy egy olyan műtárgynál állunk, ami már a 7. fűtési szezonját kezdi, tehát az a gondolkodás, ami minket elindított azon az úton, hogy környezettudatos, illetve hatékony, a helyi erőforrásokra alapozva próbáljuk meg a fűtési energiát biztosítani, az már nem mai keletű. Úgyhogy mai nappal indult el a geotermikus fűtésrendszer, ami egy városi, most már azt mondom, hogy az egyik ilyen családi ezüst, vagy nem tudom mi. Tehát gyakorlatilag a legértékesebb projektjeink egyikévé vált, hiszen ezzel ki tudjuk küszöbölni. Ha csak a geotermikus erőműről beszélünk, akkor az éves gázfogyasztásnak a 60-70%-át. 17 hőközpontban indul el innen a 47 fokos termálvíz, ami ugye nem teljesen azt jelenti, hogy mindegyik épületnél ugyanannyit használunk belőle, hiszen az könnyen belátható, hogy egy jól szigetelt épületnél akár teljes fűtési szezonban 100%-ig elég a geotermikus hő, viszont vannak olyan, nem olyan sok, de van egy pár olyan épületünk, aminél még ezek a munkálatok elmaradtak, ezért ahol gyengébb úgymond az épület fizikája, ott viszont eddig gázfűtéssel kompenzáltunk, tehát amikor nem volt elég a hő, akkor gyakorlatilag egy gázkazános rásegítést alkalmaztunk. A gáz kiváltásának lehetőségéről már évekkel ezelőtt gondoskodott az önkormányzat. Egy olyan 2 évvel ezelőtt átadásra került egy biomassa erőmű, ami ezt a második lépcsőt próbálja meg kiváltani azon napokon, amikor tartósan az átlag hőmérséklet naponta 0 fok alá vágy. Kell a rendszer bővítenünk, de eredeti tervünk is ez volt, csak ez egy uniós pályázaton keresztül ment, most a fenntartási időszak végén járunk. A dokumentáció lezárásával foglalkozunk éppen, és ott nem volt lehetőségünk csak és kizárólag állami, illetve önkormányzati intézmények fűtésére. Sajnos Tamásiban kevés olyan társasház van, ahol közösségi fűtés van, mert ahol közösségi fűtés, tehát egy kazánnal fűtenek adott lépcsőházakat, ott ez megvalósítható lesz, meg vannak még olyan akár gazdasági szereplők, szolgáltatók, ahol ez szóba jöhet, ezen is dolgozunk, hiszen a kulcs az, hogy a gázfogyasztását ne csak a önkormányzati állami szférának, hanem az itt élő vagy itt működő vállalkozásokat is ezzel segítsük. Úgyhogy most ez a következő lépcső, hogy ezt a geotermikus rendszert ezt hogyan tudjuk akár vízkapacitásban, akár vezetékkapacitásban bővíteni. Ez a bővítési terv egy elektromos kazánrendszert is magába foglal. Ez 3 lépcsőből áll. Az első lépcső elkészült 7 évvel ezelőtt, utána elkészült ez a biomassa erőmű. És azon dolgozunk, hogy egy elektromos kazán rendszerrel 2-3 helyre letelepítve még rá tud segíteni a
hiányzó hőelőállítása kapcsán, méghozzá egy olyan szisztéma szerint, ami az elektromos hálózaton megjelenő bármi furcsa mondás ez a mai világban, amikor túlzott mennyiségű áram van, akkor ennek a kazánnak a bekapcsolásával gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon kedvező áru hőt tudunk kapni. Ezt egy puffertartályba eltárolva gyakorlatilag tudjuk hasznosítani a közeljövőben. Tehát a végső törekvésünk az, hogy hamarosan kimondhassuk, hogy nulla köbméter gázt használ. Először a közszféra, utána pedig, amit az előbb említettem, hogyha ezt bővíteni tudjuk, akkor akár gazdasági, illetve lakossági szereplőknek is. Az energiatakarékosság mellett a környezetvédelem szempontjából is egy jó megoldás a biomassa. Ez egy szénsemleges energiaforrás, azaz a tüzelőanyag elégetése során pontosan ugyanannyi széndioxid kerül vissza a levegőbe, amennyit a növények fejlődésük során megkötöttek. Kirándulásunk második állomáson vagyunk, és ez gyakorlatilag abból az eredményből fakadt, hogy annak idején, mikor elkészítettük a geotermikus hálózatot, akkor volt azért benne bizonytalanság, hiszen mégiscsak egy kilométer mélyről hozunk fel vizet, és ennek a pontos hőfoka nagyon számít, és mi 52 fokos vizet vártunk fel, arra volt méretezve a rendszer, de csak 47 fokkal tudtunk olyan mennyiségű vizet kihozni a földből, ami tudta táplálni a távhőrendszert. Ezért előállt az az állapot, amikor kevésnek bizonyul ez a 47 fokos víz, valamivel pótolni kell. Ha nincs ez a biomassa erőmű, akkor csak és kizárólag gázzal tudtuk ennek előtte pótolni. Úgyhogy a geotermikus fűtésrendszernek a sajátosságait figyelembe véve egy fix, egypontos rásegítő rendszert terveztettünk, ami egy darálék kazán, egy biomassa kazán. Ez akkor kapcsol be, amikor tartósan hideg idő van a december, január, februári állapotokat nézve. Ezekben a szűkebbet 40-45 napban fűtjük ezt a biomassa kazán, amivel kiküszöböljük az akkori gázfogyasztást, hiszen ilyenkor úgy működik a rendszer, hogy ha és amennyiben valamelyik épületben nincs meg a szükséges hőfok, akkor egyszerűen az ottani gázkazánok bekapcsolnak. Ez eddig 110 forint per köbméterébe került az önkormányzatnak, most már akár adott esetben 1500-1600 forint is lehet köbméterre a gáznak, úgyhogy jó felfogott érdekünk, hogy ezt a biomasszát használjuk, és nagyon örülünk neki, hogy ez sem a gázár, vagy a gáznak az ára miatt csináltuk, hanem azért, mert önmagában le szerettünk volna szakadni erről a úgynevezett kitettségről, hogy valami külső szereplőnek kelljen a fűtési díjat fizessük. A biomassa kazán felfűtése több napot is igénybe vesz, ezért újabb megoldás is tervben van már. Ezért viszont, hogyha azonnali hőigényre van szükségünk, akkor a következő lépcsőben egy úgynevezett elektromos kazánrendszer lesz még ide, ebbe a házba is betelepítve, és még ott a kenyerékút környékén is, hogy azokat a mögöttem lévő puffertartályokat, hogyha szükség van hőre a rendszernek, azt meg tudja táplálni. Elsődleges célunk az volt, hogy a városban képződő zöld hulladékot tüzeljük el benne. Erre is képes lehet a rendszer, de a legegyszerűbb most, és a legbiztonságosabb az, amikor tiszta fának, fadarálékkal tesszük ezt, és egy sajátos bartelezéssel egy erre szakos cégnek adtunk mi ilyen vegyes alapanyagot, és cserébe tudtunk kapni darálékot, valamint vásároltunk is darálékot, de ennek az ára ez meg se közelíti, hogyha átszámoljuk a gáz köbméterének árához, tehát ezt tényleg töredékért tudjuk ezt üzemeltetni, úgyhogy ez is ilyen szempontból hasznos, de lehet és kijelenthető, hogy fejlesztenünk kell azt a úgynevezett termelési rendszert is, amelynek az alapanyagát hosszú távon elő tudja állítani. Az intézményekben a gázkazánok a továbbiakban is rendelkezésre állnak, de azok használatára csak esetleges műszaki hiba esetén van szükség. Egy igazi emlékelevenítő rendezvényre invitálta meg a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium egykori diákjait. Az intézmény 1947-ben nyitotta meg kapuit, míg a 8 osztályos képzés 1992-ben indult el az iskolában. A rendezvény alkalmával lehetősége volt az egykori diákoknak rég nem látott tanáraikkal, barátaikkal találkozni. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnáziumba belépve egy színes dekoráció köszöntötte a jubileumi rendezvény látogatóit. A 9 eny Örményi Nép Pápai Zsuzsanna tanárnő vezénylete mellett az elmúlt évek, évtizedek osztályainak névsorát fűzte egy hosszú szalagra, amely egészen az iskola történeti kiállításig vezette az érdeklődőket. Az elmúlt 75 évből különféle erekjékkel, emlékekkel találkozhattak a tárlat szemlélői, de emellett sok egyéb más programot is tartogatott ez a jubileumi rendezvény. Két fontos évfordulót ünneplünk. Először is 75 éves a gimnázium, 1947-ben nyitotta meg kapuit.
másodszorban pedig 30 éves a 8 osztályos képzés, melynek első évfolyama 1992-ben indult. A mai nap az csak a központi rendezvényünk, mert igazából béri évet hirdettünk, és már volt ezzel kapcsolatban rendezvényünk, és még az évben várható ezzel kapcsolatos rendezvény. Az kétségtelen, hogy a mai nap történnek a fő események. Délelőtt már zsúfolt programjaink voltak, 9 órakor misével kezdődött a program, 10 órakor Imre atya megáldotta az épületet, majd két kiállítást nyitottunk meg, egy festménykiállítást és egy iskolatörténeti kiállítást, illetve hirdettünk egy pályázatotól az iskola címerére, logójára, emblémájára lehetett műveket készíteni. Ennek az eredmény hirdetése történt meg. Majd volt egy nagyon érdekes kerekasztal beszélgetés, amelyet az első 8 osztályos évfolyamban végzett diákok, akik már felnőtt férfiak és hölgyek, velük beszélgetett Örményiné Pápai Zsuzsanna kolléganő, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Majd jött egy kis szünet a programban, és most pedig kezdődik gálaműsorunk, ahol főleg iskolánk tanulói és tanárai is fellépnek. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyad unokának, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. A tanári kar alkalmi kórusának bevonása mellett az intézmény mostani diákjai is aktívan kapcsolódhattak a kettős ünnephez egy címer és logópályázaton keresztül. Valószínűleg a szakmai zsűri azt a döntést fogja meghozni, hogy a címerünk változatlan marad, viszont új logóként a pályagyőztes mű nagyszerűsége miatt érdemes elgondolkodni. Az intézményben folyamatosan zajlottak az osztálytalálkozók, az öreg diákok örömmel látogattak vissza az Alma Materba. Mai napon pedig legalább 6-7 osztálytalálkozó zajlik, jelenleg is, vagy éppen zajlott már délelőtt, vagy éppen zajlik még ezután. Az érdeklődés szerintem nagy, és nagyon örülünk neki, hogy már a délelőtt során is sok egykori bér is látogatott el az intézménybe, de ahogy itt körbenézek, úgy látom, hogy a többség a gálaműsorra, illetve az esti bárra tartalékolt, és úgy látom, hogy most még többen leszünk. A rendezvényen Csibi Imre plémános tolmácsolta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspökének szavait, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az intézmény jeles ünnepén. Mai nap a hálaadás csodálatos ünnepe. Hálaadás az elmúlt esztendők örömeiért, küzdelmekből való építkezésért. 75 áldozatos munkával telt év számtalan ajándékkal gazdagította az intézményetek minden egykori és mai tagját. A jubileumi rendezvény gálaműsorának megnyitóján köszöntő beszédet mondott a település polgármestere is, aki maga is ebben az intézményben töltött el 4 évet. Mint mondja, az egykori osztálytársak azóta is rendszeresen találkoznak. Régebben évente tartottunk, de utóbbi időben 5 évente tartunk. Most ez az alkalom arra is jó, hogy az 5 éves ciklus között félúton össze tudtunk jönni, és egy kicsit tudunk beszélgetni, meg tudjuk nézni a gimnázium épületét, és mindig van valami újdonság. Ide jártam 4 évet gimnáziumban, nem csak jártam, hanem azért tudással is felvérteztem magam, legalábbis igyekeztem. Komolyra is fordítva a szót, én nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek a gimnáziumnak. Rengeteg mindent kaptam akkori tanáraimtól, nem csak tudást, nem csak bölcsességet, kultúrát, műveltséget, szellemiséget, rengeteg barátot, a sport és a természet szeretetét. Szóval ez a gimnázium engem elindította az igazi életfele, és hogy olyan formát, amilyen lettem, ezt egy jelentős mértékben a Tamási Béri Balogh Ádám gimnáziumnak köszönhetem. Az idő is eltelt azért, hisz azért én már nem most érettségiztem. Szerintem tartalmában is a mai gyerekek mások, mint mi voltunk. Ez azt hiszem, hogy közhely, de ez valahol természetes. Mások azok a nevelési oktatási módszerek, amelyekkel ma pedagógusok dolgoznak. Én nem irigylem őket a mai világban, hisz lehet, hogy olyan szakterületre vagy szakmára kell feltisztítani a pedagógusnak egy gyereket, amely ma még nem is létezik. A délutáni gálaműsor megmutatta, milyen kreatívak és sokoldalúak a bérisek.
Az élményekkel és érzelmekkel teli eseménydús napot egy bállal zárták, de a jubileumi eseménysorozat, a bérév folytatódik, és számos programot tartogat még a diákoknak. Köszönöm figyelmüket, a jövő szerdai viszontlátásra!